Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, csatlakozunk itt a BZ mellékbe. Miket egy igen ritka alkalom az én számomra, nyilván itt Békés Csabiak, ti ezt megszoktátok, de ritkán szoktam hármas csatolt történettel menni. Ugye két motor, középen pedig egy mellék, hát a jelenlegi utas mennyiség azt mondjuk nem indokolja, de ugye ez egy ilyen volt időszakos járat, hiszen 11 óra 39-kor indultunk. És most Kötegyánig fogunk menni, Kötegyán pedig ugye a román határ tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy ott van az a történet, hogy az utolsó váltó Kötegyán állomáson az már Románia területén van. Van egy ilyen sztori? Ugye van egy ilyen sztori. Ezt akkor elmondtam, amikor Kötegyánban voltam, meg ugye át is mentünk Szalontára, hát most ezt nem fogjuk megtenni. Pálya állapotok, hát olyanok, amilyenek neki érzitek. Nem túl jó. Kevesen vagyunk. És nektek milyen impozás a kár. Csapatjuk. No, hát egyébként majd ugye ezen a vonalon fogunk visszacsatlakozni a Kiskörladányig. De ugye jelenleg Csabától nem tudtok közvetlen vonattal. Igen, nem tudtok közvetlen vonattal jönni szerintem. De majd ezt megnézzük, mert a menetrendben ugye vonatszámok miatt azért vonatszámok vannak, és ugye külön vonatszámok vannak. Szóval nem igazán tudom még, hogy őszinte legyek, hogy majd mikor visszafele jövök, akkor nekem vésztőn át kell szállnom, vagy csak új vonatszámot kap a... És arról biztos át kell szállni, mert az ugyanilyen csavai lesz. Aha, akkor ott biztos át kell szállni. És akkor a másik kérdés, hogy vajon Szeghalmon is át kell szállnom, de szerintem igen. Szóval ma sok ilyen átszállós bézés történetünk lesz. Érkezünk Kötegyán. Voltunk már itt. Ugye itt van határátmenet is. Bézi szokott átjárni, de azt már megcsináltuk, azt most nem nyomjuk le. Egyébként pedig egy ilyen kis, hát azért kígyónak még nem nevezném, ha még egy mellék benne lenne, akkor oké. No, hát ez már tényleg egy kígyó. Én utoljára egyébként 2019-ben a Balasagyarmat. Azt mindig keverem Balmazújvárossal, és most a kettő egybelegét akartam mondani.
Szóval akkor utaztam ott azon a vonalon, ami Aszódról kiágazik. Utoljára akkor voltak ilyen, hát nem szerelvény vonat, de tulajdonképpen majdhogy nem az volt a funkciója, és akkor így Bézék-Ígyóba mentek fel gyarmatra a vonatok. Én ilyet nagyon rég láttam. No, hát azért ez egy nagy videó lesz, én már most látom, mert még alig értünk el valameddig. Vésző állomásnak a alak előjelzőjén haladtunk át egy 20-as lassújel kíséretében, és hamarosan a Körös-Nagyharsányi vonal is mellénk majd beérkezik. Hol van az egyébként? Ja, ott! Ott a töltés, innen látom. Csípem ezt a vonalat, de egyébként nagyon rossz a menetrend. Magyarországról, hát tiszta hülye vagyok. Szóval Budapestről nézve. Pont Ladányba például a Szeghalmiakhoz egy se jó. Egy se jó. Ott a Körös-Nagyharsány, van egy bejárati, szabadunk. A jelű, ugye B jelű a Körös-Nagyharsány, másik videóban láthattátok, és itt van mellettünk a Harsányi vonal, ami akár lehetne a Nagyváradi is. És sajnos annak nincs bejárata. Átszálltunk. Bocsánat, hát konkrétan egyetlen egy perc volt az átszállási lehetőség, szóval nem túl nagy videó készült a vésztői átszállásról. Ugye érdekesség, hogy itt Vésztő és Szeghalom között fogunk most utazni mi, ugye ez majd megy gyomára egyébként.
De az érdekesség az, hogy ez egy ilyen 20 perces menetidő, pedig 10 kilométerről beszélünk, ha jól néztem. Tehát, hogy azért ez kemény. Na mindegy. Nem mondom azért, bár a másik csatornámon ajánlom, hogy iratkozzatok fel oda. Van egy maratoni, félmaratoni futásom. Nem mondom, hogy ezt a tizedén hamarabb lefutom, mert ez nem igaz, de ettől függetlenül azért nem vagyok annyira távol ettől a menetidőtől, hogy őszinte legyek. De a lényeg, hogy át kellett szállni, egy szóló BZ motor, és Szeghalmon is át fogunk szállni majd. Nem tudom, hogy mire. Mármint, hogy BZ lesz, csak hogy két motor, egy mellék, nem tudom, mert azért az már, hát ugye én reggel kezdtem meg, én 7 óra óta úton vagyok, sajnáljatok, légy szíves, 6:30-kor kellett kelnem. Szóval a lényeg az, hogy reggel óta úton vagyok, szóval nem tudom azt megmondani, hogy például ez már egy ilyen iskolás járatnak talán már betudható, hát már még pont nem talán, szóval még nem tudom, meglátjuk. Ami egyébként egy teljesen kék szerelvény lesz. A röhely az egészben az, hogy most már hagyatszó szállok át? Jó, mondjuk elmentem kötegyámba, tehát tulajdonképpen visszajöttem, de akkor is egy átszállás, vésztő 2, Szeghalom 3, és egyébként meg, ha megnézzétek a térképen, nézzétek meg, akkor tulajdonképpen röhelyes távolságokban szállok át ennyiszer. Valahogy itt egyébként, és azért nehéz, mert ilyen zsákállomások vannak. Tehát tényleg én ezt értem, és meg is értem, de valahogy egy ilyen interrégiós szolgáltatás kellene itt eszközölni. De hogy hogyan? Hát, ha felvesztek a MÁV-hoz, 2 hét alatt kitalálom, higgyétek el, és jó lesz. Jó? Megoldom. Hát én megoldom. Ó, hát nagy élményt nem fog nyújtani a hátsó ablak. Már jó koszos. Mocsok. De jó idő van. Most már csapatni. Elhagyjuk Szeghalmot. Ott van a vésztői vonal, ami jöttünk. Egyébként örülök, hogy el tudtam így jönni. Így szállással azért szerintem ez sokkal jobb, na. Sokkal jobb, de ezt majd ti megítélitek, hogy jobb-e. Az, hogy én sok helyre el tudjak menni szállással, azt ti tudjátok támogatni a leírásban. PayPal ott a leírásban. Figyeljetek, én mindig azt szoktam mondani, ha már 100 forintot bedobsz a PayPalba, és mindenki bedobna 100 forintot, akkor gyerekek, itt olyan videók lennének, hogy beszarsz, behúgyozol. Na, hát megyünk. A Püspökladánya cél most. No hát, Füzesgyarmat fürdő megállóhely. Nyilván ez inkább egy turisztikai megállóhely. Mindjárt jön majd Gyarmat állomás. Kíváncsi vagyok egyébként, mert rájöttem, hogy én hozzám szokatlanul korán keltem, szóval még csak 1:30 van. Ez még nem az az iskolás járat, amire azt mondtam, hogy majd olyan útesokon lesznek. Mondjuk ezt bizonyítja ez. Hogy full üres a BZ mellék, aminek már most nem működik ez a kapcsoló szekrénye, ugye? Itt van a végzárlámpa, stb. Nyilván ehhez mi nem nyúlunk. A fűtésként nagyon helyes. Nem én nyúltam hozzá, csak nagyon helyes. Jó idő van. Tavasz van. Csapatjuk. Hú, egyszer őszinte leszek,
bárkinek bármit megadok azért, hogy egyszer BZ-vel mehessek Pestre. Járnak fel a keletibe ugye Esztergára BZ-k. Nagyon szívesen megyek. Nem hivatalosan, nem videózom. Természetesen akkor nem szabályos, hiszen nem kaptam engedélyt, de hívjatok nyugodtan. Azért mekkora király lenne. Utoljára voltam én BZ-vel egyébként Pesten, hivatalosan, utasként, az Evomi vonalon, Esztergomin. Hát, 10 éves lehettem? Vagy lehet, hogy annyi se? Na akkor, arra emlékszem. Láttátok, azért vannak ennek a kék BZ-nek is hiányosságai. Közben pedig Ladány vásártér. Hazaértünk, köki nem hiányzott, már egyre kevésbé hiányzik Budapest egyébként, úgyhogy lassan
tök simán rábólintanék, hogy innen el kell költözni. Mire jövök haza? Köki. Full house. Gázolás. Mindenféle probléma. És jelenleg a Mizsei-nek a végállomása. És az érdekesség igazából az, hogy a... Várjátok, hogy van? 8, 9, 10... Az a... Hogy is van? 8. a G43. Ez a 9. vágány, az a 10. 11. vágány foglalt, ami azért ritkaság. És bejött közben egyébként a S62-es járat is Újpestről. Milyen Nyíregyháza? Milyen Nyíregyháza?